40 percig jól játszott, a végén viszont szétesett a Mezőkövesdi KC élvonalban szereplő csapata a Balatonfüred ellen. A vendégek megérdemelten gyűjtötték be a pontokat a hétvégén lejátszott bajnoki találkozón. Az NB1-es kézilabda bajnokság 14. fordulójában a harmadik helyezett Balatonparti együttes látogatott Mezőkövesdre november 14-én. A találkozót a vendégek kezdték jobban, az MKC a 7. percben szerezte első gólját Hajdú révén, ekkor 3-1-re vezettek a csoknyai fiúk. Az MKC kapaszkodott, de hátul Fazekas, míg Előz, Dolik és Bánhidi vezérletével meggyőzően játszottak a vendégek, és a 16. percben 9-4-es előnyben voltak. A játékrész második fele viszont csapatunknak sikerült jobban. A védekezés és a támadó játék is összeállt, ennek köszönhetően Kis szélről szerzett találata után már csak 11-10-es vendégvezetés állt az eredményjelzőn 24. percben. A dunántúliak a hajrában rendezték soraikat, de így is csak két gólos 13-11-es előnnyel vonulhattak szünetre. Fordulás után az MKC tartotta a lépést ellenfelével, viszont a csapatok között hosszú időre állandósult a 3-4 gólos különbség. A mérkőzés utolsó 15 perce 19-16-os füredi előnynél kezdődött, azonban ekkor már nem lehetett ott a pályán Gerdán, ugyanis a füredi játékos durva szabálytalanság miatt piros lapot kapott a 37. percben. Benissék a folytatásban is nagy akarással, de egyre több hibával játszottak. Csapatunk teljesítménye elől, illetve hátul is visszaesett, a vendégek pedig kíméletlenül kihasználták a hibákat, és egy 7-0-ás sorozattal gyakorlatilag eldöntötték a mérkőzést. Az MKC a hajrában sem tudott újítani, így a vendégek fölényesen győzték le Skalicki László gárdáját. A végeredmény Mezőkövesdi KC, Balatonfüredi KSE 19-30. A 11 gól ez nem volt benne a mérkőzésben, végén szerencsénk volt, egy pár jó pár labda hozzánk pattant, és tudtunk belőle kontra könnyű gólokat lőni. Nagyon kemény ellenfél volt végig, egy 40-45 percig a Mezőkövesd. Erre is készültünk. Mi elrontottuk az előző fordulót a Plernél, nagyon fontos két pontot hagytunk ott, és mindenféleképpen szerettünk volna javítani. Ez érződött a csapatnak a hozzáállásán is, és úgy gondolom, hogy kapus teljesítmény, nagyon jó védekezés, és támadásos ötletesen jó játékkal rukkoltunk ki. És a végén, ahogy az előbb is említetted te is, meg én is, egy nem várt arány győzelem lett. De ez is benne van a kézlabdában, mai modern játékban, hogy 5-10 perc alatt óriási tud fordulni, vagy nagy különbséget tud csinálni egy csapat. Nem jól kezdtünk, aztán sikerült tehát a védekezésünk elsősorban beálló környékét nem tudtuk megoldani, ezzel előnyt szereztek, de utána úgy gondolom, hogy jól fölálltunk, megcsináltuk a dolgainkat, ott voltunk, alakulgatott a történet, de aztán ugye egyrészt kevesen is vagyunk, szerintem morálisan is eléggé mély ponton van ez a társaság, ahogy én látom. Az idegenlégéseim sem tudják azt, amiért itt vannak hozni, meg egyáltalán átlövő erőben nem tudtuk azt tartani. Tehát ami számra, mert én azt mondtam, hogy 5 gólos vereségben gondolkodtam, mert nyilván kétszer nem engedi meg a Füred, hogy kikapjon. Ehhez ott is voltunk, tehát megvoltak a felépített játékaink, azok, amit kell, csak aztán abból nem csináltunk semmit, elkezdtünk ilyen ötletjátékokat, abból meg aztán könnyen leindítottak bennünket. Úgyhogy azt hiszem, hogy teljesen megérdemelt a Balatonfüred győzelme. Hollóék 8 ponttal a 11. helyen állnak a tabellán, előnyük 1 pont a Gyöngyös és a sereghajtó Pler Budapest előtt. Csapatunk legközelebb november 18-án, szerdán, 18 órakor lép majd parketre Tatabányán.